Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. A műsor sorozat központjában Székesfehérvár áll. Megismerhettük a város egyes részeit, hallhattak már beszélgetést egy-egy mérnökről, egy-egy tervezőről, egy-egy építészről, történelmi személyiségről. A legutóbb pedig a Várkörúton jártunk. A Várkörút történelmét és gyönyörű épületeit ismerhettük meg, de a Várkörút hosszú és rengeteg titka van, amelyről beszélni érdemes, így a mai részben ugyanezt a beszélgetést folytatjuk. Hamarosan megtudják, hogy melyik az az épület, amit bemutatunk a következőkben, de előtte egy kicsit felidézzük az eddig már hallottakat szakértőnknek köszönhetően. Nagy szeretettel köszöntöm Váci Márk történészt, városkutatót a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy itt lehetek, meg hogy ennyit tudunk beszélni a Várkörútról. És milyen érdekes, nem is egy hosszú utcáról van szó valójában, és mégis mennyi rejtelme van. Ahhoz képest, amennyit eddig beszéltünk róla, meg ameddig eljutottunk, meg amit egyébként is terveztünk, hogy kifejezetten az úgynevezett villasori részről beszélünk, ugye még egyszer olyan hosszú igazából maga a Várkörút. Tehát nyilván majd fogunk beszélni azért a közintézményekről, iskolák, egykori mozi és a többi, hiszen ott számos fontos változás is volt többek között. Azért gondoltam, hogy a villasori résszel kezdjünk, mert ennek is annyira összetett egyrészt a története, másrészt az építészeti képe annyira változatos, mégis olyan jól harmonizálnak egymással az épületek, hogy mindenképpen érdemes ezt kiemelni, és mivel ez alapvetően egy lakókörnyezet, ezért a Várkörútnak a másik szakaszától, ami ugye a Rákóczi utca túlsó oldalán helyezkedik el, azért mégiscsak valamennyire elválik. Nem csak fizikailag a körforgalom által, de tulajdonképpen építészetileg is azért elég más képet mutat. Felvezetésképpen egy kicsit foglaljuk össze a Várkörút történetét. Hát ami talán a leghangsúlyosabb a mi szempontunkból, az 1926, illetve 36 előtti történéseket tekintve, az ugye az, hogy hol húzódott a Várkörútnak az eredeti nyomvonala. Ugye ez a múltkori adásban elhangzott, meglehetősen hosszan értekeztünk erről, és elemeztünk ugye különböző térképeket, hogy egészen az 1960-as évek elejéig, amikor ugye a második világháborúban keletkezett bombakárosult épületeket elbontották, ennek a Várkörútnak a körút jellegét az adta, hogy a mai Dr. Koch László utcából indult, ugye a Várárki csatornának a két partján, fokozatosan beépülve kis földszintes házakkal, majd ezeknek a helyét váltották föl később az emeletes villaépületek, és ugye a mai Országzászló tér végében nagyjából a Vasaróházzal szemközti területen kanyarodott ki a mostani Várkörút néven ismert útra, ami ugye 1960-61 óta már sugárútként, mondhatni a Fehérvár Andrássy útjaként létezik, tehát ez a körút jellege igazából megszűnt. A Mátyás király körútat ismerjük ma igazából körútként, amiből egyébként a Várkörút maga is most már leágazik. Korábban is egyébként ebből ágazott le, csak hát ugye, ahogy említettem, a mai Dr. Koch László utcának a vonalában, és ugye arról a Várkörútról, amiről általában szoktunk beszélni a villasor kapcsán, 1926-tól beszélhetünk, ugye a Várárki csatornának a beboltozásától, és aztán 1936 az Országzászló térnek a létrejötte, illetve az egyik legjellegzetesebb építménynek, a Vasalóháznak a felépülése az, ami már az úgynevezett klasszikus Várkörútnak az időszakára tehető. Beszéltünk épületekről, látunk szép történelmi archív felvételeket, amelyeket majd továbbra is tudunk mutatni, hiszen hoztál, és ezért nagyon köszönjük szépen. A Schmidt-Villávról beszéltünk legutóbb, ugye ő az egyik tervezője volt a néhány épületnek a Várkörútról, és hát a városban rengeteg épület maradt a munkája nyomán, és egy társa épületével folytatjuk a következőkben, a Molnár villával. A Molnár villával, illetve ezt megelőzően a két építész villa között álló épületről is azért mindenképpen érdemes megemlékezni. Ennek is különböző funkcióváltásai voltak. Egyébként építészetileg, hogyha megnézzük a Várkörút felüli homlokzatát, kapcsolódik egyébként a Molnár villához.
Nem véletlen, hiszen ezt a Várkörút 9-es számú épületet is Molnár Tibor tervezte, hasonlóan a szomszéd épülethez, ami egyébként a saját lakóháza volt, és építészetileg ugye úgy oldotta meg, hogy összekapcsolta igazából a két épületnek a Várkörút felüli homlokzatát. Ezt láthatjuk ugye ezen a fotón is. Ugye eredetileg egészségházként épült egyébként ez az épület, nem csak a Várkörút felüli, de a Bástya utca felüli szárnya is, és 60-as, 70-es évekből, sőt talán még későbbi időszakokból is lehetnek nagyon sokaknak emlékei erről. Ugye itt gyermekorvosi rendelő működött a Várkörút felüli részen, itt volt egy anya gyermekével dombormű, ami aztán a II. Világháború után egyébként eltűnt, tehát nem ismerjük annak a sorsát. A Bástya utca felüli szárnyban egy időben szintén gyermekorvosi rendelő és fogorvosi rendelő működött. Én már több sétán meg előadáson hallottam ezzel kapcsolatban különböző élményeket. Hát a legkevesebb az volt, hogy az anyukám még ide hordott engem orvoshoz. Úgyhogy vannak ezek az emlékek, és aztán ugye ez egy idő után ez az egészségügyi funkciója megszűnt. Átalakult újságíróképző iskola lett belőle, ugye az egykori Péter Rózsa gimnáziumról beszélünk. Azt nem tudom, hogy az intézmény még egyébként létezik-e, de alapvetően Fehérváron és a Várkörúton már nem működik ez az iskola, és aztán magántulajdonba került, miután ez a gimnázium kiköltözött innen, és igazából a Bástya utca felüli rész is magántulajdonban van, illetve a Várkörúti rész is. Az utóbbi néhány évben mindegyiket mintaszerűen felújították, és hogyha a Bástya utcai részről még érdemes annyit mindenképpen elmondani, hogy egyrészt ez a Schmidt családhoz is valamennyire kapcsolódik, hiszen a családnak itt volt az egyik telke a belvárosban, és 1941-ben azt az orvosi rendelőt, ami a Bástya utca felől nyílt, Schmidt Ferenc tervei nyomán újították fel, illetve modernizálták. Tehát azt a képét, amit nemrégiben ugye felújítottak és visszaállítottak, azt pont Schmidt Ferencnek köszönheti. Zárt erkélyes épületről van szó ráadásul, tehát abszolút beleillik ebbe a korba, és egyáltalán ebbe a Schmidt, Molnár, illetve ugye Kocsis Ivánnal kiegészítve ezt a hármast, vagy ahogy a Nigari Tóni fogalmazott ezt a négyest, ugye Göde Ferenc városházi építésszel, abszolút beleillik az ő koncepciójukba és abba, amit ők a 30-as évek végén, a 40-es évek elején itt Fehérváron képviseltek. És akkor itt az ideje, hogy tényleg megnézzük a Molnár villát, amikor egy építés saját magának, illetve a családjának tervez és épít egy épületet. Igen, hát ugye Schmidt Ferenc kapcsán találkozhattunk az előző adás végén ezzel a történettel. Molnár Tibor ugye a város másik nagy főépítésze, aki meglehetősen hosszú időn keresztül töltötte be ezt a pozíciót a saját maga és családja számára. Schmidt Ferenc szomszédságában tervezett tulajdonképpen egy villát, ami 1933-ban épült fel, és ugyanúgy, ahogy Schmidt, gyakorlatilag Molnár is szinte az utolsó részletig nagyon alaposan megtervezte ezt a villaépületet, és találhatók rajta olyan jellegzetes molnári építészeti megoldások, amelyek az összes többi épületén is megjelennek, vagy az épületeinek a nagy részén. Majd mindjárt fogunk részletfotókat látni erről az épületről, a Várkörúti szárnyáról. Itt még ugye volt egészségháznak a tömbjét láthatjuk, de itt is látszott, hogy ugye milyen jól sikerült egybeszerkeszteni ezt a két épületet. Tehát itt láthatjuk például ezeket a kis bevilágító körablakokat ugye az emelet magasságában. Aztán láthatjuk azt, hogy a szögletes és a kerek formákkal játszik, ugye kicsit ilyen Bauhausos beütésű, vannak, akik Poirot villának is nevezik, mert a Poirot filmekben láthatunk hasonló modern építészeti megoldásokat. Nagyjából egyébként ugyanaz a kor, tehát ez a 10-es évektől kezdődően ugye az Art Deco-ból átvezet minket a Bauhaus felé, és egészen a 30-as évek olasz novecentója, amit például a vasútvidéki iskolák kapcsán láthatunk, illetve azok az építészeti megoldások köszönnek itt vissza. Tehát ez a 30-as éveknek a kedvelt hazai építészeti stílusa. Ugye ez a félhenger alakú lépcsőházi bővítmény igazából, ami látszik. Molnár Tibornak ez egy nagyon kedvelt formája, majd a vasalóháznál erre vissza fogunk térni.
illetve a Gáz utcában van egy irodai épület, ami valamikor a villanygyárhoz tartozott, és nagy valószínűséggel pont az építészeti stílusjegyek és a félhenger alakú lépcsőházi bővítmény alapján valószínűsíthető, hogy Molnár Tibor tervezte azt is, még hogyha a neve az nincs is kint hatalmas nagybetűkkel, hogy tervezte Molnár Tibor. És ugye a téglaberakás is egy jellegzetes molnári megoldás, betonnal ötvözve, ugye láthatjuk ezt a beton szemöldököt a bejárat fölött, ez is egy ilyen ötvözet tulajdonképpen, ha csúnyán akarnék fogalmazni, ez egy összvér megoldás, de egy nagyon jó összvér sült ki ebből tulajdonképpen. Majd két házzal arrébb fogjuk látni egyébként ezt a megoldást visszaköszönni. Ez pedig egy megtükrözött fotó, mert alapvetően a felirat az a ház felé látszik, tehát a Molnár Tibor építészmérnök felirat. Ez igazából már a villa elkészültekor megtalálható volt a kapun, és ez az eredeti kapuja az épületnek. Igaz, hogy ma már nem a család lakja. Ugye volt itt is takarékszövetkezet, talán még emlékszünk, hogy egy ilyen kerítésbe sülyeztett ATM volt ott nagyon sokáig. Hál' Istennek azért jó megoldással éltek a további tervezők. És hát természetesen átalakítások is történtek ezen a villán, modernizálták, ugye részben irodává alakították, tehát azért a lakótérnek az elosztása is megváltozott, de a Várkörút felüli összképe nagyon jó, és hogyha egy kicsit tovább megyünk a szomszéd irányába, akkor ezt a nagyon érdekes megoldású szögletes erkélyt is megfigyelhetjük, ami pedig ugye a belvárosi udvar felé néz. Ugye ennek a Várkörútnak is az a jellegzetessége, hogy a Rákóczi utca felé inkább lapos, és a belváros felé pedig ugye lejt, tehát itt ugye többnyire azért ilyen lejtős kis kertek, illetve udvarok találhatók meg. Igazából aki kiült ennek erre a teraszra, az tulajdonképpen a városfalakra látott rá, meg a Bástya utcai épületekre, tehát nem volt egy olyan nagyon üdítő látvány, de mivel ezeket a telkeket többnyire dövényzettel sűrűn betelepítették, ezért mégiscsak adott egy olyan hangulatot, ami alapján akár a budai várnegyedben is állhatott volna ez a villa például. Menjünk tovább a villák között, következik a Kaltenecker. Kaltenecker villa, ez a Várkörút 15-ös számú, dr. Kaltenecker Viktor ügyvéd, ügyész számára épült. Majd itt a puskámról mindjárt elmondom, hogy mennyiféle tisztséget töltött be, mert rengeteg sok. Ugye az ő neve onnan lehet ismerős, a Ráczhegy kapcsán beszéltünk már róla korábban. Az ő egykori telkén létesült az az építészeti depónia telep, amin először elhelyezték Rétfalvi Sándornak az Aranybulla emlékművét 1972-ben. Ugye innen került 90-ben felállításra a Csúcsoshegyre, a mai helyére, ahol gyönyörűen felújították egyébként a környezetét is. Ugye nem régiben volt ennek a nem hivatalos, de azért mégiscsak átadása, és ugye ezen a területen épült aztán a 90-es években a budai úti református templom. Tehát ez volt az ő telke, és hogy mennyi mindennel foglalkozott, én itt összeírtam magamnak, ugye 33-ban épült egyébként ez a villa is, tehát azért Molnár Tibor sem unatkozott. Schmidt Ferencről ugyanez elmondható. 1965-ben egyébként Molnár Tibor tervei szerint egy emeletesre bővítették, tehát eredetileg ez egy földszintes épület volt, és amit ma láthatunk, az már a 60-as évekből származik. 1903-tól dr. Kaltenecker Viktor ügyvédként praktizált Székesfehérváron, a Vörösmarty kör főtitkára, a Zenekedvelők Egyesületének elnöke, az Ügyvédi Kamara Választmányi és Fegyelmi Bizottságának tagja. Aztán 1916-tól a Fejér megyei takarékpénztár ügyésze, iskolaszéki tag, városi képviselő, a város tiszteletbeli ügyésze, a közigazgatási bizottság tagja, a városi közművek igazgatósági tagja. Hát röviden ennyit, dr. Kaltenecker. Igen, aktív életet élt, és bizonyára befolyásos ember volt itt a igen, városban. Igen, talán ez a tisztségeiből is következik, hogy ugye nagyon sok tiszteletbeli címmel rendelkezett, ami pedig pont abból adódott, hogy egy megbecsült személye volt itt a fehérvári jogi és közéletnek. És hát ugye, ahogy mondjuk Lausmann Gyuláról is elmondtuk, hogy a Vörösmarty körnek és a Zenekedvelők Egyesületének, ugye mint orvos és történetíró, irodalmár, zenész és a többi polihisztor ember, ugye alapító tagja és vezetője volt, ugyanígy dr. Kaltenecker Viktorról, a kortársáról is ezt elmondhatjuk.
És nem csoda, hogy a Várkörúton volt a villája természetesen, mint ahogy az Eppinger családnak is. Hát az Eppinger család viszont teljesen mással kereste a kenyerét. Voltak értelmiségi tagok is természetesen a családban, de a családnak a feje Eppinger Ignác, aki 1934-ben Molnár Tiborral megterveztette ezt a villát, ő viszont gőztéglagyáros volt Székesfehérváron. Az ő téglagyára volt az egyik legnagyobb egyébként a városban. Ez a gőztégla, ez ugye a téglának a gyártási technológiájáról kapta a nevét. Én nem értek pontosan ehhez a gyártási technológiához, minden esetre ez a technológiáknak az egyik típusa volt igazából. Azt tudjuk, hogy hol volt a téglagyára? Hát ugye ezek a téglagyárak többnyire a Felsőváros területén voltak megtalálhatók, illetve a vasút környékén működött még egy téglagyár. Ha jól emlékszem, akkor a vasút környéki téglagyár volt a Szabó téglagyár, ami 1944-ben egyébként aztán a városnak az egyik fő gettója lett a zsidóságnak az elszállítása előtt. Ugye ide gyűjtöttek össze mindenkit, mert itt volt egy olyan hatalmas nagy terület. Egyébként Pécsen ugyanezzel az idézőjelben megoldással éltek annak idején a hatóságok, hogy ott is egy téglagyár területére gyűjtötték össze az elszállításra kijelölt személyeket. Tehát ez egy, mondhatni azt, hogy egy ilyen bevált és praktikus megoldás volt. Ugye ezek hatalmas nagy gyárterületek, ahol alapvetően nagy népességet lehetett ugye koncentráltan összegyűjteni, tehát ezért adódott így. Az Eppinger család viszont pont az áldozatok oldaláról élte át a holokausztot. Néhányan megmenekültek egyébként a családtagjai közül. Saját kutatásaimból tudom azt is, hogy ők a 40-es évek elején katolizáltak. Ráadásul Eppinger Ignác nagyon kedvelt tagja volt a felsővárosi katolikus egyházközségnek, és mecénása volt. Ugye téglagyárosként azért meglehetősen nagy összegekkel tudta támogatni itt a helyi római katolikus hitéletet, az ő felmenői pedig a zsidó hitközségnek voltak kiemelkedő tagjai egyébként. Aztán a hatóságoktól gyakorlatilag már ugye ez a úgymond átkeresztelkedés, vagy kikeresztelkedés sem mentette meg őket. Igazából minden esetre, amíg ez a család itt lakott körülbelül 11 éven keresztül, illetve 10 éven keresztül, addig egy nagyon szép villa adott nekik otthont, aminek a kivitelezőjét egyébként Mikó Józsefnek hívták, az ő nevét a Schmidt villa kapcsán már említettük, a Molnár villának szintén ő volt a kivitelezője, a Krén kályhagyár termékei biztosították a fűtést ebben a lakásban, tehát a csövek, a radiátorok, minden. Hát ez már egy modern... Ugye, ahogy említettem, a központi fűtés az, hát az első között a várkörúti világban jelent meg Fehérváron, illetve a vízbekötések, stb. Asztalos munkák, mindenről gyakorlatilag a korabeli szaklapokból tudunk, hogy mely munkáknak ki volt a kivitelezője. Ugye ennek a villaépületnek két fontos jellegzetessége van. Az egyik az erkélynek a kialakítása, hogyha megnézzük itt a Várkörút és a Lakatos utca sarkán, ugye ez a jellegzetes elnyújtott és ugye ívesen átforduló erkély. Azok ugye, az ívek, visszatérő azok az ívek, igen. Ugye ez az úgynevezett streamline stílusnak az egyik jellegzetes képviselőjét Székesfehérváron. Molnár Tibornak ez egy nagyon kedvelt építészeti megoldása volt. A Csíkvári úton az egykori vásártéri cédulaháznak az épülete hasonló, ugye a stadion melletti nagy üres parkolóval szemben van ez, ott az állatkórház környékén. Aztán az egykori tambolt, ami most megint tamboltként működik ott a Halesszalát ellenben, és még sorolhatnánk ezeket a különböző példákat. Ezt szokták szivaralaknak is nevezni, hiszen létezik egészen elnyújtott formája és elkeskenyedő, és ezt pedig általában ugye a hajótestekhez szokták hasonlítani, a hajóknak a tattyához. És itt plasztikusan mindig a Titanicot hozzák példaként, én ezt soha nem értem, valószínűleg azt ismerik a legtöbben, mint hajót. Minden esetre bármelyik hajóról, ez mondjuk egy tengerjáró hajóról ugye elmondható, hogy az óra felé elkeskenyedik, és a tattya felé pedig ugye hosszan elnyúlik és lekerekített.
Azért örülök, hogy most ezt mondtad, mert nem mertem kimondani, de a Molnár villával kapcsolatban nekem is a hajó jutott eszembe, hiszen ott voltak még a kicsi kerek ablakok is, amik ezt idézik. Ez szintén megjelenik, hogy ez is egy ilyen jellegzetes stílusjegy, hogy ezek az ablakok alapvetően ugye a természetes fényt hivatottak bevonzani magába az épületbe, tehát ezek bevilágító nyílások. Igazából több épület kapcsán, itt a Hübnerekről is, ugye, ahogy beszéltünk, Hübner Tibornak is, a Rákóczi utca, Vatai utca. És visszakaptuk a képet. Sarki, köszönjük. Építészeti megoldása az ugye hasonló, hogy ott is van egy kis kerekbevilágító ablak, ott is az üzletnek, illetve a lakóépületnek ugye ez a lekerekített sarokerkéje létezik. Ugye Hübner és Molnár ugyanabban a korszakban dolgoztak Fehérváron, tehát azért tudtak egymástól nyilván meríteni, és a mestereik is azért elég sok pontban megegyeztek. És mindamellett az is feltűnt, hogy emellett az egyéb nyílászárok nem túl nagyok. Igen. Ugye, amit most az imént láthattunk, ugye a Lakatos utca felőli egyik kis kerek ablak, ami igazából a lépcsőházra nyílik, tehát ez a lépcsőháznak a szellőzését meg a világítását hivatott megoldani. Hogyha valaki arra jár, én szeretek mindig ilyen egyéb helyekről példákat említeni, a Mikes-Kelemen utcai társasházak Fehérváron, ott a Szénatér mellett, ezek már jóval későbbi építészeti megoldások, de hogyha megnézzük, nagyon sok kis kerek körablak több szinten a lépcsőházban sorakozik egymás mellett, szintén szellőzés, megvilágítás miatt ezek nagyon fontosak. Tehát ez is egy ilyen megoldás, csak ugye ez kapott még egy díszes vasrácsot ráadásul, illetve a kapunak a kialakítása az szintén rendkívül elegáns, és a kapu bérletnek a megoldása, ugye ezzel a tégla berakással, hát a téglagyáros tulajdonosra utal természetesen. Illetve a tervezőnél is visszatér többször a tégla. Így van, ugye itt a villája kapcsán említettük, és akkor mondtam, hogy még szóba fog kerülni ez a megoldás. Így van. A következő épület a Márkör út 20. Igen, áttérünk tehát a páros oldalra. Ugye a Prohászka ligetről is beszélhetnénk, de alapvetően ott majd a szobrok kapcsán lesz érdemes beszélni erről a területről. Egyébként 1936-ban, amikor a Várkörútnak ez a klasszikus időszaka megjelent, és amiből ugye fotót is láthattunk az előző adásban, ugye ezzel a kettős gesztenye fasorral és egyebekkel, akkoriban indult ugye magának a ligetnek a kialakítása, akkor még Várfalparkként, és ugye 1941-re készül el a Prohászka emlékmű, akkor lesz Prohászka liget. Igazából kapcsolódóan ugye a püspökséghez és a püspökség kertjéhez. Na de áttérve akkor a páros oldalra, tehát itt átmentünk ugye ott a Rákóczi utca felé a zebrán, és akkor folytatjuk a páros oldalon visszafelé egészen a Vasalóházig ezt a sétát. Ez az egyik villa, ez a Várkörút 20-as számú, ez 1935 körül épült, pontos évszámot nem tudunk róla, a 36-os fotón egyébként ez már látszik, tehát innen tudjuk, hogy nagyjából 35 körül épülhetett. Ez már jóval modernebb felfogásban készült, ugye alapvetően egy nyeregtetős, kétemeletes, tehát azért meglehetősen kiemelkedik itt a környék épületeihez képest, és ez már tényleg ebben a modern felfogásban készült, hogy egyfajta kocka vagy hasáb épület jött tulajdonképpen létre, hatalmas nagy tömb, tehát azt látjuk, hogy azért nem kicsi minden esetre. És itt ki a tervező, ezt tudjuk? Itt a tervezőnek a személyét azt nem tudjuk sajnos, a többinél azért általában be tudjuk azonosítani az illetőt. Hogyha tovább megyünk, akkor ugye a 18-as számú villához érkezünk meg, ugye a Vasalóház felé haladva. Ez a sárga színű épület, a Ribicei villa. Gáspár István tervei szerint 1935-ben épült. Gáspár Istvánról még az Alsóváros kapcsán beszéltünk annak idén. Két olyan épület van, ami biztosan az ő nevéhez köthető Fehérváron. Az egyik az az Ötvös utca 2-es számú épület, aminek egyébként szintén van egy jellegzetes körablaka, és ráadásul egy ívesen átforduló sarka van, tehát szintén ez a megoldás. Teljesen más építészeti képet mutat ez a Várkörút 18-as számú Ribicei villa, ugye abszolút szögletes. Ribicei Mária és Margit számára készült az édesapjuk megrendelésére. Hajadon lányok voltak, meglehetősen sokáig, és hát az ő részükre épült. A Ribicei család az egy kisnemesi család volt egyébként, tehát nem rendelkeztek főnemesi felmenőkkel, de majd látjuk itt az egyik részletfotón, hogy készítettek például saját címert maguknak.
illetve hát a Ribicei családnak vannak olyan tagjai, akikről a környező településeken is egyébként megemlékeztek. Például a Csákberényi iskolának az egykori igazgatója, Ribicei Viktor nevét még Csanádi Imre is versbe foglalta. Lukács László szokta mindig idézni, hogy Ribicei Nemes Viktor Csákberényi rúgott rektor, és még folytatódik tovább a kis rigmus. Hát őt gyakorlatilag elbocsátották az állásából magatartása és minden egyéb problémák miatt. Mindig azt szoktam róla mondani, és általában a ribiceieket szoktam ilyenkor példaként felhozni, legalábbis Ribicei Viktort, akit ugye Ribicei Nemes Viktornak csúfoltak, hogy neki voltak azok az igazi úgynevezett nemesi allőrjei, amikkel ugye szoktuk illetni, mondjuk az úgynevezett zsanviccekben mindig az arisztokráciát, pedig ők nem is tartoztak az arisztokrata körökhöz, hogy ez az emelkedettebb stílus, meg a hangvételben is nyilván ez tükröződik, és hogy az illető ugye érezteti már a beszédével is azt, hogy a társadalmi ranglétrán azért mégiscsak feljebb áll. Korabeli sznobok. Korabeli sznobok, igen, lehet ezt mondani, akik ugye nem tartoznak a nemességnek az elitköreihez, de már nem is polgárok. Tehát azért kilógnak mindenhonnan elég rendesen, ugye az egyik irányból egy kicsit lenézik őket, mert hogy ők nemeskednek, a másik oldalról meg ugye pont azért, mert hogy ők annyira ki akarnak emelkedni igazából a többiek közül. Kicsit elkanyarodtunk az eredeti témától. Mindenesetre hagytak nekünk egy villát a Várkör úton. Én azt gondolom, hogy a címer kapcsán azért érdemes volt ezt is így röviden kifejteni. Tehát ez már egy modern építészeti felfogás. A 30-as éveknek ugye a másik kedvelt stílus ez a nagyon szögletes megoldás, ami itt visszatükröződik ugye a homlokzati képben is. Folytassuk a sort akkor a Brunswick ovival, amiről szintén vannak képek. Várkörút 14-16-os számot viseli ez az épület. Ugye az eddigiekhez képest az adás elején beszéltünk olyan épületekről, amik a 60-as években épültek, a 60-as évek elején. 1959-60-ban épült ez az óvoda, Pordán Ferenc tervei szerint, az egyik legkorábbi terve egyébként Pordánnak ez a középület. Ugye a Várkörút és a Vatai Ferenc utca által határolt területen áll. Hát látjuk rajta egyébként, hogy ez már tényleg az 50-es, 60-as éveknek ugye az építészete. Alapvetően egy középületről, közintézményről van szó. Rengeteg sok kis keskeny és pici ablak található rajta, ugye a Vatai Ferenc utca felé, hogyha bemegyünk arra a Kígyó utca irányába. Egyébként egy nagyon jól sikerült épület, Pordának az egyik legjobban sikerült épülete, és hát gyakorlatilag, ugye ahogy szoktam említeni ezzel az épülettel kapcsolatban, az utóbbi években készült felújítások gyakorlatilag egyetlen egy dolgot tettek hozzá, akadálymentesítették a bejáratot, és semmi más nem kellett rajta ezen kívül. Nyilván az utólagos hőszigetelést azért megkapta, de építészetileg nem kellett változtatni az épületen, tehát ez is mutatja, hogy mennyire időtálló ez a koncepció. És ugye, amit itt látunk, ez a Várkörút felőli udvarrészlet vagy kertrészlet, Enkovács Máriának a teknős béka szobra, ami 1959-ben készült, és 1960-ban, amikor az óvodát átadták, került erre az udvarra. Úgyhogy akik ide jártak a Brunswick óvodába, már a kezdetektől vannak emlékek. Egyébként nagyon játékos ez a sok apró ablak, de hagyj szólaljon meg belőlem a nő, azért itt ablakot mosni igazán kihívás lehet, és nagyon aprólékos munka. Hát a takarítónői munka amúgy sem irigylésre méltó, de el tudom képzelni azért, hogy ez mennyi melóval járat tényleg, kívül belül ráadásul. Mert, bocsánat, ezért a kis kitérője, de ami igaz, az igaz. Menjünk tovább a Várkörúton. A Várkörút 12-es számú épület szintén a 60-as években készült. Alapvetően ugye ez is egy kocka épület. Tehát amit általában ugye az emberek fejében nagyon gyakran megfordul, amikor villákról beszélünk, budai villák, vagy balatoni villák, ugye azok általában lapos tetős, hasáb, kocka, különböző ilyen kiugró erkélyekkel, de mindenképpen szögletes, Balaton környéki településeken egy-két szőlőhegyi villa is akad, amik hasonlók, ugye ezeket általában betonból kiöntötték. Szokták ezt mondani ilyen nagyon csúnyán, ezeket így betonból oda öntötték, és azóta ott vannak, és semmit nem lehet rajtuk alakítani, pont azért, mert betonból van az egész.
ha valaki villára gondol, akkor általában egy ilyesmi jut eszébe. Tehát ez a 60-as éveknek ugye egy ilyen idézőjelben vett tipikus terméke. Nyilván azért a belső elosztást tekintve, meg egyébként is az ablakok kiosztása, nyilászároknak az építészeti megoldásai, a lépcső feljáró és egyébként az egyéb díszítmények, ha vannak, akkor azok nyilván mindegyik épületenként eltér. Úgyhogy erre se lehet mondani, hogy egy tipikus villa, de én azt gondolom legalábbis, nem tudom nyilván, mert ha én villára gondolok, akkor sokféle épület kavarog a fejemben, de általában ugye ez a talán a lakáskultúrának a nevét kiszabad mondani, és hasonló építészeti magazinoknak a címlapján láthattunk az utóbbi évtizedekben mondjuk ilyeneket, vagy esetleg 60-as években, és ez visszatükrözi. Ez már egy modern épület, ez abszolút modern. Ha megnézzük mondjuk a minimalista. Igen, ha megnézzük mondjuk a szénatérnek a villasorát, az például teljesen más. Ott is átalakulóban vannak épületek, de kifejezetten lapos tetővel például egyik sem épült, ez pedig már eredetileg is lapos tetős épület volt. Még van jó néhány épület, amelyről beszélhetünk a Várkör út kapcsán, de azt már most összefoglalhatjuk, hogy nagyon változatos. Nagyon. Építészetileg. Tehát ahogy most is láttuk, ugye elindultunk az egészségháztól, aminek a Bástya utcai részében egyébként még középkori alapfalak is találhatók, és barokkori bővítések. Ugye ott a szakemberek ki is takarták ezeket a téglából kőből emelt részleteket, és eljutottunk a 60-as évek óvodájához, és ez még nem az a CLASP technológia, amiről még majd a FIVE meg az ARIF kapcsán később beszélni lehet külső városrészeknél, és ugye elérkeztünk akkor így fogalmazok, az átlagember fejében élő lapos tetős, abszolút funkcionalista modern villához. Ismerjük meg akkor a Barthházat is. Hát a Barthháznak a története is érdekes, meg az is, ahogy most kinéz. Én azt gondolom, hogy többre lenne méltó. Lehet, hogy az én esztétikai érzékemben nem fér bele ez a színösszeállítás, vagy ez a nagyon harsány szín. Az építészeti kialakításában egyébként alapvetően nem változott ez az épület, tehát ez is egy érdekes dolog ebben, hogy megőrizte az eredeti építészeti képét, majd mindjárt fogunk látni archív fotókat, és akkor látszik, hogy tényleg nem nagyon változott alapvetően. A kapuja megmaradt, nyilván itt a nagy kaput átalakították úgy, hogy ugye modern módon mozgatható legyen, érzékelővel, minden egyébben, de az ablaknyílások például megmaradtak, a kapunak a díszítményei megmaradtak, tehát alapvetően sok változás nincsen rajta, hát a homlokzati színezés az meg olyan, amilyen. Tehát ezt fogadjuk el ilyennek, ez most így néz ki. Az 1930-as... Tengeri stílus megérkezett a Várkör útra. Igen. Az 1930-as években Schmidt Ferenc tervei szerint épült egyébként. Barth Rezső számára, aki a Felsőkereskedelmi Iskolának volt az igazgatója. A Felsőkereskedelmi Iskolának az egykori épülete, az szintén a Várkör úton található, csak ugye a Rákóczi utcának a túlsó felén, tehát ugye ez a most már, mivel nincsen, ezért mondhatjuk az egykori Alba Régia szálon túl még egy kicsit, majd fogunk róla beszélni természetesen. Ez a Barth Rezső igazgató, aztán később Barótra magyarosította egyébként a nevét, és Schmidtnek egyébként az egyik első tervezése volt ez, nem csak a Várkör úton, de tulajdonképpen a városban is, és hát az ő építészeti felfogását, meg természetesen a megrendelő igényeit tükrözi vissza. Ez az építészeti kialakítás, akár a villára gondolunk, akár magára a kapura és a kerítésre. Az archív fotók, amiket láttunk, azok egyébként a Schmidt családnak a fotógyűjteményéből, hagyatékából származnak. Schmidt Ferencnek az unokája Bándi Márta őrzi ezeket a fotókat és a családi hagyatéknak a nagy részét. Tőle származnak ezek a fotók is, és hát itt ugye Schmidt és Barth gyerekeket láttunk egyébként a fotókon, tehát ezek még az eredeti időszakban készült fényképek. Bizonyára hangulata is lehetett ebben az időben a Várkör útnak, hiszen munkatársak, barátok építkeztek egymás mellett, akik biztos össze is jártak. Igen, és hát ugye végig lehetett vonulni ott a kettős gesztenye fasor mellett,
jóval kisebb volt a forgalom, tehát akár az úton is lehetett közlekedni. Lehetett közlekedni a járdán, el lehetett sétálni a múzeumépület mellett, ráadásul a villák előtt is egyébként fasorok álltak, tehát sokkal árnyasabb volt. Én például a 60-as évekből láttam egy ilyen fotót, az egyik ismerős osztotta meg, és aztán odaírta azt is, hogy a 70-es évek elején még ő is hasonló körülmények között közlekedett ott a lábbal hajthatós kis autójával és minden egyébben. Hát teljesen más volt alapvetően a hangulata. Ugye a közlekedés átalakítások miatt ez lényegesen megváltozott. Azt ugye tudjuk, hogy a kettős gesztenye fasort nem lehetett visszaállítani, viszont a forgalom sokkal nagyobb lett mára, és azzal, hogy leszűkült ez a forgalmi terület, ez talán még látványosabb lett egyébként. Következőben arról az épületről beszélhetünk, amelyben azt hiszem, hogy nőtársaimmal együtt elég sokan megfordultunk. Ez a, hát most úgy hívják, ugye a Család és Nővédelmi Központ. Ez a Várkörút 8-as számú ház, és egyébként a Várkörútnak az egyetlen neobarokk épülete. Tehát ugye ez is a 30-as évek elején épült, ugye barokk felfogásban, de mivel nem a barokk korában, ugye ezért ez már a neo stílus kategóriájába esik. Tehát ugye ezt úgy szokták emlegetni, hogy minden, ami nem a klasszikusan az adott korban épült, az ugye már egyfajta neo stílus, tehát egy utánérzés igazából. Hát ugye a barokknak sem az 1930-as évek a klasszikus időszaka, hanem alapvetően ugye a 18. század, meg a török utáni idők például ugye Fehérváron. Ugye ami a jellegzetessége, amit az előbb is láthattunk itt a részletfotókon, a különböző növény- és füzérdíszítések, amik ugye a barokkot meghatározzák, kicsit kerekebb formák, tehát nem annyira szögletesek, ugye ez a padlásablak is egy ilyen jellegzetesség, illetve az összképen láthatjuk ugye ezt a manzártetőt, ami például a bíróságnak az épületét is jellemzi, csak hogy így tudjak összehasonlításképpen mondani egy építészeti példát, hogy mit is jelent egy manzártető. Tehát ugye egy többszintes, síkban valamennyire eltolt tető, egy összetett tetőformáról van alapvetően szó, és hát tényleg a Várkörútnak az egyetlen neobarokk villa épülete, és nagyon jó fotókat lehet róla készíteni, mert ugye kontrasztban a Kígyó utcának a 70-es évek elején épült panelházai látszanak a háttérben. Ismét az igazolódik ezzel a stílussal, ami megjelenik a Várkörúton, hogy a 30-as években nem volt túl szigorú a várostervezés. Igen, ez abszolút. Tehát ugyanabban az időszakban egy utcában ennyiféle épület jelenik meg, ez igen, ezt igazolja. Igen, ugye szokták mindenféle egyéb nevekkel is illetni. Azt elmondtam az előző adásban, illik itt is elmondani, hogy a mai fotók azok ugye az Érdekes Fehérvár blogról származnak, tehát nem a saját fotóim, és egyébként Bándi Mártának a fotói is itt kerültek publikálásra, bár Mártával azért én is valamilyen szakmai kapcsolatban vagyok most már, pont a blognak a szerkesztőjén keresztül sikerült vele felvenni a kapcsolatot, és ugye ő a Havranek családnak a történetét is kutatja leszármazottként. Tehát, hogy ezek a fotók ugye alapvetően ott jelentek meg, és hát tulajdonképpen ennek a blognak köszönhető, hogy ma ebben a formában elérhetők, és ugye ami az eredeti felvetésed volt, hogy meglehetősen változatos, és nem volt egy ilyen központi szabályozás, innen kezdtem el a mondókámat, hogy a blognak a szerkesztője István megfogalmazta azt is, hogy ez a Várkörút, ez a fehérvári napraforgó utca. Ugye a napraforgó utcai kísérleti lakótelepet szerintem Budapesten nagyon sokan ismerik. Ugye ez a 20. század elejének egy kísérleti lakótelepe, ahol építészeket, építőművészeket, tervezőket, szobrászokat bíztak meg azzal, hogy különböző villákat álmodjanak meg. Volt, aki egy komplett lakótelepet elképzelt, és hát tényleg itt is a különböző építőművészeknek, tervezőknek a gondolatisága, a jellegzetes építészeti stílusai és az építészeti felfogása köszön vissza. Igaz, hogy ez egyébként sokkal modernebb összképet mutat, mint mondjuk a Várkörút, tehát nem ennyire széttagolt építészetileg, de ott a modern stílusok jelennek meg, de a modern stílusoknak tulajdonképpen a legszélesebb skálája, és ott is így egymás után váltakozva, tehát rendkívül tarka
ez a kép, úgyhogy nem úgy néz ki, hogy akkor most az Art Deco-ból van a három ház egymás mellett, és akkor jön a Bauhaus, hanem tényleg össze-vissza, ahogyan a telkeket kiosztották, és ahogyan ezt egyébként a tervezők és az építőművészek egymás között egyébként is leosztották. Ezek után most már izgatottan várom, hogy milyen stílust mutat a pattantyús villa. Hát a pattantyús villával megint csak visszatérünk egy kicsit ahhoz a stílushoz, amit a ribicei villa is képviselt, láthatjuk itt a képeken is, bár itt például a kerekdett formák azért megjelennek. Tehát egy ilyen bástyaszerűen ugye ott kiemelkedik például az erkély, és ugye az alatta lévő földszintnek az építménye, de ugyanígy a bejárati bővítményt is, ha megnézzük, az pedig ugye egy ilyen szögletes, szintén egy erkély található fölötte. Ugye ez egy alapvetően sátortetős megoldású, kicsit neobarokkos, de mégis modern felfogásban készült épület, és még a színe is egész jó, teszem hozzá. Tehát mondjuk a Barthoz képest azért ez sokkal, sokkal barátibb, és én azt gondolom, hogy az emberi szem számára is befogadhatóbb minden esetre. Tehát ez a villaépítészetnek egy szeridebb megoldása, és ugye a 60-as évek, az 50-es évek vége, 60-as évek hozza el azt a nagyon lecsupaszított, nagyon funkcionalista, abszolút modern képet, ami már egyáltalán nem így néz ki. És itt is jelen vannak a roppant keskeny ablakok. Igen, igen, ezek itt is megjelennek, hát ugye nyilván ezeknek is nem csak díszítő funkciója van, de bevilágító funkciója is. A díszítő funkciója az annyiban mindenképpen, hogy nem a szögletes, klasszikus szögletes megoldást adja vissza, hanem azért valamennyire lekerekített, és én mondjuk nem értek a szakmához, de ha már takarítónők szóba kerültek, hát ide egy redönyt megtervezni és legyártani, az sem lehet egy akármilyen munka. Berendezés sem lehet túl így változatos, van, maximum egy kerekasztal. Közben látjuk a bejáratot is, de azért hagyd kérdezzem meg, hogy honnan az elnevezés? A pattantyús villa elnevezés az onnan származik, hogy pattantyús Ábrahám János volt az építtetője egyébként ennek a villának, és ebből a családból került ki többek között pattantyús Ábrahám Manó, aki a 30-as évek nagyfehérvári eseményeiről nem csak fotókat, de filmfelvételeket is készített. Ha jól tudom, akkor a Fehérvár TV-ben is már különböző részletek bemutatásra kerültek, például a Szent István emlékév ünnepségei, ugye a nagy Szent Jobb körmenet, ünnepi szentmise és egyebek ugye a Romkertben, a frissen felavatott Romkertben, illetve P. Ábrahám Dezső, az 1919-es egyik, sose tudom sorszám szerint, az egyik szegedi ellenforradalmi kormánynak a miniszterelnöke, szintén ebből a családból egy oldalágról származik. Ez a pattantyús család alapvetően egy értelmiségi család, az ő sorsuk az egyébként meglehetősen hányatott volt, tehát aztán ők emigráltak, nem csak hogy Fehérvárt hagyták el, de az országot is egyébként, de a villának az elnevezése az így megmaradt a köztudatban és az építészetben is, ezt ismerjük. Ráadásul olyan szempontból is nagyon fontos Schmidt Ferenc és az ő családjának az életében, hogy ez volt az első magánmegrendelése, amit ő Székesfehérváron készített, és ennek a tervezési költségeiből mentek el a feleségével, Havranek Karolával Nászútra. És ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy de nem Balaton aligán nyaraltak természetesen, hanem azért jóval nagyobb volumenű Nászútra futotta. El tudjuk képzelni, hogy ekkoriban egy villának a tervezésért mennyi pénzt fizettek ki. Menjünk is tovább, hiszen alig több, mint 5 percünk maradt, és azért még van olyan épület, amiről beszélnünk kell, még a Vasalóház előtt is, ez pedig a Várkörút 4. Várkörút 4 és a Kígyó utca sarkán áll egy modern épület, az 50-es évek végén épült, ugye eredetileg is társasháznak természetesen. Ugye ez még a panel előtti korszak, még az iparosított építkezéseket megelőzően némileg. Tehát ugye az iparosított építkezésnél ott megjelennek aztán a nagy téglalakások, majd aztán a panel technológia az már egy későbbi fejlemény, ugye ott a Kígyó utcai panel épületet egyébként pont láthatjuk a háttérben, tehát ez két egymást követő korszak igazából, és ugye amik a jellegzetességei, a pici ablakok, ugye a lakásokon itt már azért meglehetősen kicsi ablakok vannak, a földszinten is, meg a különböző emeleteken, ugye az erkélyek azok egymáshoz képest eltolva
jelennek meg. A bejárat az már valamennyire a későbbi panel építményekre hajaz, majd itt fogjuk látni az ajtót külön. Az ablakok, ahogy átfordulnak ugye egyik utcáról a másikra, a sarkon, ezzel a szögletes megoldással élnek, műkőberakással, tehát minthogyha egy oszlop húzódna ugye az ablakok között. És hogyha a Kígyó utca, illetve a Jávorottó tér felől közelítünk, akkor pedig megfigyelhetjük. Arról pont nem hoztam részletfotót, ugye itt a bejárati ajtót láthatjuk a Várkörút felől, illetve ezt a sarok megoldást, amit az előbb említettem. A Kígyó utca felől található egy zárt sarokerkély is egyébként ezen az épületen, és amit még talán érdemes erről az épületről tudni, nekem legalábbis gyerekkoromból ez így emlékként megmaradt, pedig fogalmam nem volt még akkor arról, hogy ki ez az illető. Dr. Ágoston Bélának volt itt fogorvosi rendelője egy időben. A Bori család leszármazottjáról beszélhetünk. És akkor érkezünk el a Vasalóházhoz, ha valaki körbe sétálja és érzi, hogy mitől kapta a nevét, de az előző részben hozott légifelvétel és térkép alapján egyértelműen látszik, hogy miért hívják Vasalóháznak. Igen, ugye ez egy háromszögletű telken helyezkedik el, és itt kellett Molnár Tibornak egy olyan építészeti megoldást találnia, hogy ezen a telken elhelyezze ezt az épületet. Egyébként alapvetően magát a telket nem tölti ki, mégis ezt a telek formájához igazodó kialakítást választotta. Ugye Amerikában ekkoriban már azért léteztek több évtizede ilyen építészeti megoldások, szintén ebbe a Vasalóház kategóriába sorolhatók, ugye az egyiknek talán New Yorkban található az úgynevezett Flat Iron Building, ami gyakorlatilag szabad fordításban ugyanúgy vasalóházként fordítható, ugye a formájából adódik ez az elnevezése. A belváros irányába, hogyha megyünk, ugye akkor kiszélesedik, és ugye a bíróság felé keskenyedik el igazából, tehát egyfajta trapéz alak zárja le, viszont egy lekerekített megoldást találhatunk itt is. Tehát ez egy elkeskenyedő megoldás minden esetre a felsőváros irányába, hiszen arra mutat ugye a teleknek a formája is. És amit már említettem, ugye itt is megjelennek különböző előképek, majd láthatjuk itt is a részletfotókon például a lépcsőháznak ez a függőlegesen elnyújtott bevilágító ablaka, aztán ugye ez a rendkívül hangsúlyos zászlótartó, ami azért a városnak több pontján megjelenik, Molnár Tibor által tervezett bérházakon is egyébként látható, vagy Hübner Tibornak ugye az Icsi-ligeti banképületén ugyanez a jellegzetes hangsúlyos zászlótartó megtalálható. És ugye a Vasalóház kapcsán az erkélyeknek a kialakítása is rendkívül érdekes, hogy ugye a Várkörút felüli homlokzaton szögletesek ezek az erkélyek, és hát ugye maguk az ablakok is természetesen, aztán a sarkon ugye ezek átfordulnak ilyen elnyújtottan, ahogy láttuk például az Eppinger villánál, vagy Hübner Tibornak ugye az említett Rákóczi utca, Vatai utca sarki épületénél, tehát ez az elnyújtott és ívesen kanyarodó erkély, és ugye amit pedig a Jávorottó tér felől láthattunk itt a részletfotón, ugye teljesen más az erkélyeknek a kiképzése, kialakítása egyrészt, másrészt pedig ugye ez a félhenger alakú lépcsőházi építmény, amit például a Molnár villán is láthattunk itt szintén visszaköszön. Sokszor megfordult már a fejembe, milyen csuda jó lenne látni, hogy belülről hogy néz ki mondjuk egy olyan lakás, ami a hegyesebbik részben van. Izgalmas dolog lehet, igen, illetve hogy lehet berendezni, hogy mégis ha egyszer lesz rá lehetőségem, akkor elmesélem neked, hogy mit láttam, ami nagyon sokat jelentene. És hát ezzel tulajdonképpen végig is értünk a Várkörútnak ezen a szakaszán. Későbbiekben biztos, hogy lesz majd szó róla, hiszen itt emlegettünk mozit, emlegettük a parkot, a Prohászka parkot, ahol azért vannak olyan szobrok, amelyek mindenképpen több történetet érdemelnek, több megállást érdemelnek, de sajnos elfogyott időnk. Úgyhogy itt most meg kell, hogy álljunk, és egy kicsit el kell gondoljuk, amit hallottuk, hogy Váci Már történésznek nagyon szépen köszönöm a mai műsort, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm a figyelmet. Legközelebb, ha a Várkörúton járnak, jusson eszükbe, amit itt hallottak és láttak. Mi két hét múlva újra jelentkezünk.
addig is kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!